Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most, kedves nézőink, ahogy már a híradónkban láthatták, a Királykút emlékházban Bakony István moderálásával bemutatták Gál Csaba új kötetét, az Ellenszert. Ugye ez a családi költői hagyományokhoz hűen Pék Eszter Anna illusztrálásával, vendégeim tehát Pék Eszter Anna, szervusz, és Gál Csaba. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönöm. No, hát akkor kezdjünk neki ennek a beszélgetésnek az idő nyílzáporában. Nem véletlen, hogy ezt így fogalmaztam meg, hiszen édesapád Gál Farkas is egy remek költő volt. Most volt alkalmam néhány versét elolvasni, ez is egy vers cím egyébként, mint tudjuk. Igen. No, én azt gondolom, hogy az indítatás rendkívül fontos. És azt hiszem, hogy azzal, hogy ti egymásra találtatok, kiegészítitek bizonyos értelemben egymást, lelked jobbik fele az illusztrátor, és te magad pedig írod azokat a verseket, amelyek egészen különlegesek, és azt hiszem, hogy jó példa arra, hogy mennyi műfaj megfér egymás mellett a költészetben is. De az indítatásról kell, hogy szó essék, hiszen azt ugye említettem, hogy Gál Farkas, az édesapád is írt. Te viszont egy másik pályát választottál. De arra nagyon kíváncsi lennék, hogy gyermekkorodban már voltak-e írói, költői próbálkozásaid? A legelső ilyen emlékem 13 éves koromhoz kötődik. 13 éves koromban írtam az első versemet, nevezzük így. Egyik pillanatról a másikra valahogy megszállt az ihlet, egy este feküdtem az ágyba, és egyszer csak jöttek versorok, és annyira nem hagytak békén, hogy fel kellett kelnem, kimentem a fürdőszobába, keverőtárcsás mosógépen egy cetlire írtam le. Ez volt az első alkotásom. És a későbbiekben, amikor a pályát választottál, nyilvánvaló, hogy a humán érdeklődés okán választottad azt a hivatást, ami jelenleg is a tiéd, de azért nem irodalomtörténész lettél, nem pedagógus lettél, hanem a jogászi pályán indultál el. Igen. Ez tudatos volt? Ebben is benne volt az apai tanács és útmutatás, mert hozzátartozik ahhoz, hogy édesapám íróként, költőként ismert, és újságíróként dolgozott, de jogi egyetemet végzett ő maga is. Sőt, anyai nagyapám is jogi egyetemet végzett. Anyai nagyapám nem tudott jogászként dolgozni, ugye hát második világháború után őt nem engedték, ő nem tudott ezen a pályán elhelyezkedni. Édesapám az ügyészségen dolgozott egy évet, de aztán ő elment újságírónak. Én vagyok az első olyan jogász a családban, aki ezen a pályán is maradt. És itt dolgozom. A Szeged jó alkalom volt arra, gondolom, a Szegedi Egyetem, hogy azért kibontakoztasd az írói, költői énedet is. Onnét indult az egész történet? Igen, igen. Tehát középiskolás koromban én már írtam ugyan verseket, de akkor még nem találtam azt a fórumot, ahol publikálhassak. Az egyetem alatt kerültem kapcsolatba Solymosi Bálinttal. Ő akkor a Szegedi Egyetem nevű heti lapot szerkesztette, és tulajdonképpen ott jelentek meg az első verseim, ott publikálhattam először, és Szeged volt az a hely, ahol valóban kiteljesedett kezdetben ez az indítatás, amit a családból hoztam. A találkozásotok eleve elrendelés volt? Én úgy gondolom, hogy igen, már a körülményeket tekintve is. És az idő is megmutatta, több mint 30 év, amióta együtt vagyunk, hogy jó volt ez így. Ez nagyon-nagyon fontos pillanat egy ifjú hölgy életében, aki ráadásul szintén olyan hivatást választott, ami fontos. Ugye pedagógusként végeztél, de mikor jött a gondolat, hogy a képzőművészetbe is belekóstolj? Igazából már másodéves középiskolás koromtól kezdve jártam én itt fehérvári művészeti körökbe rajzolni, készültem a felvételire. Nálam is volt egy indítatás, az én nagyapám Mecsek Pöröskén egy kis faluban volt tanító, de mellette amatőr festő.
tehát az ott környékbeli templomoknak oltárképeket festett, kis szentképeket felnagyítva, és édesanyám is rajzszakra ment volna, hogyha nem jön közbe a háború, és nem kell átvennie édesapám állását mecsekpörösként. Tehát nálunk pedig én voltam az első, aki tanulta tulajdonképpen így a rajzot főiskolai szinten. Idestova emberöltönyi távolság óta éltek Székesfehérváron családként. Nyilvánvaló, a gyermekek hozzátartoznak a családhoz. Viszont az első szánypróbálgatásaid után a Fejér megyei hírlapnál gyorsan eljött az a lehetőség, hogy megmutasd a verseidet, amelyek különlegesek. Majd egyébként tanulni leszünk, hiszen majd megkérlek, hogy olvass fel egyet. Honnét jött ez a stílus? Hiszen abszolút egyedi, ahogy írsz, és amit írsz. Ez valószínűleg a olvasmány élményeimnek a bennem való keveredése, ahogy az lecsapódott bennem, ami hatott rám. Nagyon sok költőt, nagyon sok írót olvastam, középiskolás koromban rengeteget olvastam, nagyon sok kedvencem volt, kezdve Rimbaudtól, Baudelaire, Apollinaire volt olyan szempontból nekem egy formai útmutató, hogy talán tőle vettem azt, hogy központozás nélküli verseket kezdtem el írni. És ez valahogy azóta is így maradt. De természetesen hatott rám Ady, József Attila, Pilinszky, sorolhatnám. Tehát itt a példa arra, hogy egy nagyon is gyakorlatias foglalkozást, humán foglalkozást űző emberfia is lehet kellően elvarázsolt, mondom én természetesen. Az első pillanattól kezdve biztos volt, nyilván az első időszakban, amíg a köteteid nem jelentek meg, akkor nem, hogy bizonyos értelemben egymásra utalva képzelitek el a könyvek kiadását? Tulajdonképpen én reménykedtem benne, hogy majd lesz kötetem akkor is, amikor még nem volt, de hogy úgy mondjam, ezt nem terveztük el így különösebben előre. Szerintem ez is valahogy így ebbe az eleve elrendelésbe tartozott bele. Egyszerűen ez volt a kézenfekvő megoldás, mert a mi kapcsolatunkban kezdettől fogva nagy szerepet játszott a közös érdeklődés a művészetek iránt, képzőművészet, irodalom, sőt zene. Volt nekünk annak idején egy közös alternatív együttesünk is, ahol még a feleségem énekelt is. Szóval voltak közös pontok, igen. Idestova 30 esztendél, tehát emberöltönyi távolságból tekinthette vissza az első, ugye Fejér megyei hírlap Vár Árgus folyóiratokban jelentek meg a verseid. Készültél arra, hogy ezeket majd összegyűjtsd, és előbb-utóbb eljön majd nyilván annak az ideje, hogy ez egy kötetben is megjelent, hiszen ez volt az előhívás. Igen, készültem, sőt meg is volt a dossziém. Én leginkább Péntek Imrével álltam kapcsolatba, ő mondhatom azt is, hogy nekem mentorom volt itt Székesfehérváron, segített engem, megjelentette a verseimet a Fejér megyei hírlapban is, az Árgusban is, illetve László Zsoltot is szeretném megemlíteni, mert ők ketten voltak azok, akikkel aztán leültünk egy technikaház büfé beszélgetésre, és ott beszéltük meg tulajdonképpen azt, és ők vetették föl, hogy egy kötetnyi versemre való anyag összegyűlt, és hogy ezt esetleg érdemes lenne megjelentetni. Hát így kezdődött. Igen, utána jött az alászállás évei, a magasabb szempont. Hát magasabb szempont, én azt gondolom, ha valaki olyan hivatást tűz, ami azért teljes embert kíván, ugyanakkor a szabad idejében pedig egy olyan stílust képvisel a verseiben, ami azt hiszem, hogy megmozgatja az emberfia fantáziáját. A Vörösmarty Társaság tagsága sokat számított számotokra? Igen. Én nagyon örülök neki, mert székesfehérváriként, tehát én tőzsgyökeres székesfehérvári vagyok, örültem, hogy a rendszerváltás után egy olyan közösség jött létre, ami tényleg a kultúrát karolta fel ebben a városban, és nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy ebbe elég hamar bele tudtunk kerülni mi is. Rendkívüli felelősség alkotótársnak lenni. Jól gondolom? Hát igen. Hozzáteszem, hogy én is nagyon szeretem Csaba verseit, mert igazából az irodalom is egy ilyen közös terület, amit mind a ketten nagyon szeretünk. Ha nem matematika tanár lettem volna, akkor magyar, csak nem volt magyar rajzszak egyik főiskolán se, így lettem matematika tanár.
de mindig az első pillanattól kezdve érdeklődve olvastam Csaba verseit is, és próbáltam eleinte megfejteni, akkor még kicsit nehezebbek voltak, nehezebben érthetők voltak, de aztán ahogy megismertem őt, hogy teltek az évek egyre jobban, és könnyebben értettem meg a gondolatait. Ez a stílus egyébként, én azt tapasztalom, nem változott, hiszen egyre inkább igény van arra, bár ezt a fiatalok kevésbé mutatják, hogy azokat a verseket olvassák, ahol mély gondolatiság jelenik meg, és valamelyest hasonul ahhoz, ahogy és amitről ők beszélnek. Tehát a mostani fiatal korosztály, gondolok itt a középiskola utolsó éveire, és a fiatalok, a fiatal egyetemisták számára ez egy óriási jelentőségű. Itt van például a Poszt, ami ugye 6 éve jelent meg, és ez már teljes egészében olyan, amit ilyennek Gál Csabát, ha valaki egyetlen versét olvas, elképzel. A stílusod nem változott, gondolom én, az előzőekhez mérten, de egy kicsit, ha úgy tetszik, már kevésbé elvarázsolt. Igen, egyetértek ezzel a megfogalmazással. Ami talán változott, az az, hogy ahogy telt az idő, egyre inkább törekedtem a kötött formájú versek megírására is. Valahogy a gondolataimhoz úgy éreztem, hogy egyre inkább passzol ez a versforma. Kezdetben én csak szabad verseket írtam. Nagyon ritka volt az, hogy egy-egy kötött formájú verssel próbálkozzam, de az utóbbi köteteimben már ilyenek is szerepelnek, és igen, tehát ez a változás, ez tapasztalható szerintem is. Hatással van rád a változás, mármint az illusztrátor szemszögéből? Hát én pont fordítva mozdultam el, mert a konkrétabb figurális ábrázolás felől mentem az abstrakció felé. Tehát ilyen értelemben elvontabbak lettek a rajzok és az illusztrációk meg a borítók, de én úgy gondolom, hogy ez nem ütközik a Csabának az elmozdulásával, hanem inkább egy kicsit úgy kiegészítik egymást. Igen, én azt gondolom, hogy az illusztráció és a versek kézen fogva járnak, aki belelapoz ebbe a köptörtetbe, vagy bármelyikbe, az ezt tanúsíthatja. Megbeszélitek egyébként a verseket? Tudom, hogy egy családban most, ahol gyermekek is vannak, nyilván nem az az elsődleges, hogy most a versekről beszéljünk, amelyek most születtek, de amikor a kötetbe rendezett, tehát szerkeszted a sorrendiségét, meg az összes többit, és hogy mi hova illene, arról esik szó a családban? Hát természetesen arról már szükséges, hogy essék szó. Magáról, az alkotásnak a folyamatáról, hát arról nem, mert az egy magányos aktus, amikor az ember alkot, akár verset, akár egy képet fest, vagy egy illusztrációt készít, de egy kötetbe rendezés az mindig igényel kommunikációt, tehát ott valóban szükség van arra, hogy egyeztessük a gondolatokat, a látásmódokat, a szerkesztésnek a szempontjait, ezekről persze természetesen kell beszélni, igen, szoktunk. Hát főleg, amikor kezembe nyomja a kéziratot, hogy akkor illusztráljam, vagy valamit kezdjek vele, akkor szokott az megbeszélés tárgya lenni, hogy átolvasom a kötetet és a készülő kötetet, hogy mi legyen, hogy fejezetekhez vagy versekhez legyenek az illusztrációk, körül hány illusztráció az, amit elképzelt, hogy legyen benne. És akkor, amikor ez így körvonalazódik, akkor állok neki úgy gondolkodni azon, hogy honnan fogjam meg a verseket. A véleménykultúra megengedi, hogy bírálj néha? Csaba verseit? Igen. Nem szoktam bírálni. Az igazság, hogy én annyira érzékeny és sokrétű irodalomnak ismertem meg a Csabáét. Tehát olyan nagyon, nagyon pontos és precíz, így is tudnék fogalmazni. Tehát az ő megfogalmazásai a számomra nagyon pontosak, precízek, ugyanakkor árnyaltak. És ez mondjuk segít is abban, hogy illusztráljam, mert több oldalról meg lehet fogni valamit, ami ennyire többrétű és árnyalt. És pontosan amiatt, hogy pontos és precíz, emiatt meg olyan nagyon nem lehet mellélőni. Kell, hogy a barátaid nyilván és az alkotótársaid, ez egy másik téma, de hogy a munkatársaid értsék és tudják, hogy ez a stílus mire megy ki, tehát hogyan készülnek a versek, foglalkoznak vele? Annyira nem jellemző, őszintén szólva, de van ellenpélda is. Tulajdonképpen
tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy nem is annyira az alkotás folyamata lehet talán az érdekes, akár egy szakmai érdeklődőnek, de még inkább egy laikus érdeklődőnek, vagy egy olvasónak, hanem a végeredmény. És ebből a szempontból mondhatom azt, hogy amit az előbb megemlítettél, tényleg nagyon elvont verseim voltak, főleg fiatal koromban. Egyébként az ilyen stílusú verseim azok a Magasabb Szempont című kötetemnek az első felét teszik ki, amelyik a Napkút kiadónál jelent meg, abban benne vannak szinte az összes fiatalkori versem, amit írtam. És utána a későbbi verseim azok, amikben én már tudatosabban törekedtem arra, hogy hát nem az a jó szó, hogy érthetőbbek legyenek, de talán könnyebben emészthető módon fejezzem ki a gondolataimat, amelyek foglalkoztatnak. Egyébként az inspirál benneteket, hogy a Vörösmarty Társaság és általában a fehérvári kulturális élet ennyire bővelkedik tehetségekben, illetve remek költőkben és írókban? Hát ez abszolút, ugyanis rendszeresek például, nem csak a rendezvények a Vörösmarty Társaságban, ahol barátaim vannak, hanem kifejezetten költő Zug címen egy jó ideje tartanak azok az összejövetelek, amelyek ugyan a Covid alatt szüneteltek, de László Zsolt vezetésével, aki szintén barátom, ő ezt rendszeresen vitte, és ezt csináltuk, ezek beszélgetésekből álltak, szakmai része is volt ezeknek, de talán inkább baráti összejöveteleknek nevezném, ezek inspirálóak. No, itt az ideje, hogy egy verset is megismerjünk, hadd ne én olvassam fel. Akkor a szemüvegemet ide kell hoznom. Azért ezt ennek nyújtottam, mert ugye megszokhattuk, hogy igen, jó néhány verset mond a bemutatókon is. Úgyhogy én teljesen rád bízom. Ide hozhatom a szemüvegemet, ugye? Azt akkor ne, akkor inkább... akkor inkább én. Igen. Rám bízott, hogy melyiket? Rád bízom. Igen. Akkor azt a versemet olvasnám föl, amelyikből az egyik részlet, az idézet a fülszövegben. Ez a Rombol az ének című versem. Rombol az ének. Kifeled ölnek a falak. Ami megmarad, pusztul, ami pusztul, megmarad. Lehet, hogy Jerikót járod régóta körbe-körbe, de még nincs itt az idő, tilos kérdés, hogy jön-e. Csigalassú a haladás, összetörik a csigaház, sebezhetetlen sebként vonszolja tovább magát. A léleknek persze könnyű, összetörhet a háza. A plafon alatt röpköd addig is bezárva, amíg a várfal alá szabad csapatok érnek. Kifeledőlnek a falak. Börtönt rombol az ének. Igen, hát ilyenkor egyet kell értsek Bakonyi Pista barátunkkal, aki így írt erről, hogy az ellenszerben a közéleti jellegű versek mellett ironikus, illetve filozófikus, transzcendens költemények találhatók a csoportosítás szerint. Ez mennyire tudatos? Tehát a közéletiség az nyilván fontos, hiszen a 21. században élünk, azt hiszem, hogy rendkívüli történések vannak körülöttünk. Nem feltétlenül csak a háborúkra és a koronavírus járványra gondolok, de felgyorsult a világ, az tény. Igen, ez abszolút tudatos. Én a kötetemnek a megszerkesztésénél, a verseknek a fejezetekbe rendezésénél ezt abszolút szempontként vettem figyelembe, hogy tematikusan kapcsolódjanak az egyes fejezetekben található versek egymáshoz. És tényleg külön fejezetbe vettem azokat a verseket, amelyek inkább, hát mondható, közéletinek is, vagy amelyekben inkább egy szatirikus, ironikus hang nem jelenik meg, illetve a transzcendens, metafizikai témájú verseimet azt pedig kötetnek inkább a végére soroltam. Tehát a szabad vers és a kötött forma kézen fogva jár ebben az értelemben, így, és ez mind tudatos a felépítés. Mikor írsz? Hát ez jó kérdés. Tulajdonképpen verset írni olyan szempontból egészen más tevékenység, mint prózát, mert gyakorlatilag bármikor van rá lehetőség. Az ember megy az utcán, van 5 perc szünete, este lefekszik az ágyba, eszébe jut egy versor, és amikor már elindul egy vers, akkor azt van úgy, hogy végig kell csinálni, akkor bármit csinál az ember, azt kicsit félre kell tenni, és legalább egy skiccet felvázolni. Hát aztán majd lesz idő
formába önteni. Jól gondolom, hogy egy tiszta, egyértelmű világban éltek. Egy olyan közös világban, ami a bizonyos értelemben példaértékű, mert bármennyire is elvarázsolt néhány sorod a szabad versek közül, azért ez így kerek. Hát legalábbis törekszünk rá, igen, igen. De én erre, hát azt tudnám mondani, hogy én a verseimben törekszem arra is, hogy rendet tegyek. Tehát valahogy ez vezérel engem, amikor egy-egy verset megírok, hogy akár gondolatok között, olyan témák között, amelyek foglalkoztatnak, valahogy én úgy érzem, hogy egy rend is teremtődik azáltal, amikor az ember megír egy verset úgy, hogy azt úgy érzi, hogy igen, ez olyan lett, ahogy szerettem volna. Talán ez érződik abba, amit most felhoztál, mert egyébként hát az élet tele van megoldandó problémákkal, terhekkel, nehézségekkel, káosszal néha. De az ember igyekszik rendet rakni. A káosz ilyen értelemben, gondolok itt a koronavírus járványra, mennyiben volt hatással a verseidre? Mert néhányan tudnak szabadulni tőle az alkotó emberek, mások kevésbé. Úgy mondanám, hogy közvetett hatással volt ez mindenképpen, talán elnyújtott hatással is, tehát kell egy idő is, mire az ember feldolgozza azokat az impulzusokat, amelyek érik. De ennek a kötetemnek például a címadó verse, ez az ellenszer, ez még a koronavírus járvány előtt született. Talán ez az egyik legrégebbi versem a kötetből, és mégis témájában valahogy érdekes módon kapcsolódik ehhez. Pedig hát hamarabb írtam, korábban írtam. No, akkor búcsúzzunk egy verssel. Szabad a gazda, és érdeklődéssel várom, hogy mit választasz. Akkor, ha már a címadó verset megemlítettem, akkor szerintem kézenfekvő, hogy azt olvasnám föl. Ehhez meg is kell találnom. Pillanat. Közben azért én elmondanám, hogy nyilván a Vörös Marti Társaság most nehéz helyzetben van, de ahogy említetted, azért az irodalmi költői, olvasói találkozók nem maradhatnak el természetesen, és hát bízunk benne, hogy újra otthonra találtok. És hát most igen. Is, hogy ennek mi az ellenszere, azt nem tudom. igen, hát ugye a terem felújításra szorul. Egyébként még azt hadd említsem meg, hogy a Vörös Marti Társaság, mint támogató kiadó mellett a Veszprémi Művészetek Háza volt a kiadó, akinek köszönhetem azt, hogy ez a verses kötet megjelent. Azon belül is Kilián László és Fenyvesi Otto volt ebben nagy segítségemre. És akkor az Ellenszer című versemet szeretném felolvasni, amelynek a mottója egy bibliai idézet, az igazság szabaddá tesz. Nem placebo, ha beveszed, már hat. Tőle rosszul vagy jól érzed magad. Univerzális, nincs mellékhatás, méregtelenít. Kiózanodás következik be eredményeként, felkínálja az utolsó reményt. Kíméletlenül szuperaddiktív, szembe kerülve hályogtalanít. Hordószónokok nem reklámozzák, fanatikusok összezagyválják. Báránybőrbe bújt farkasok veszik be a nyáj előtt, és jön a mantra, hánytatót szedve kiöklendezik, mielőtt hatna. Nevében osztják az észt, a bombát. Erénycsőszök, az erényövet csak is másokra nevében adják. Hamis proféták hivatkoznak rá, szájukba veszik, közben lábukkal porba tiporják, nem szenvedhetik. Felbukkanása minden zsarnokság végső halála. Elbújik, hogyha harcolnak érte. Visszahúzódik gyermekek tiszta tekintetébe, régi barátok kézfogásába, borba, a vérbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük mi is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Pék Eszter Anna és Gál Csaba voltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!